Fú, te jó ég, odakint nagyon hideg van. Jobb, ha leülök ide a tűz mellé. Mit kér, jó uram? Nem is tudom. Egy korsó mélysört, ha lehet. Már is hozom. Nagyon kedvelem ezt a helyet, nagyon barátságosak az emberek. Nos, amíg kihozzák az italomat, szeretnék néhány dolgot elmondani. Minden évben eljön az a pillanat, hogy meg kell egy kicsit pihennünk, és ez talán a legjobb pillanat rá. Van egy este, évről évre, ami éppen hozza a formáját, és bármi történt az előző hónapok során, mégis ezekben a pillanatokban egy kicsit megnyugodhatunk, pihenhetünk, és együtt lehetünk azokkal, akiket szeretünk. Bár ahogy már az éves tapasztalatok mutatják, ahány ember, annyi karácsony létezik, szinte mindenki másképp ünnepli, és talán ez benne a legszebb. A saját definícióm szerint a karácsony csak egy valamit üzen nekünk. Szeretni és szeretve lenni a legcsodálatosabb dolog és a legvarázslatosabb dolog a világon. És ennyi jó emberrel, akik köztünk vannak, így még nagyobb élmény. Parancsoljon, uram, az itala! Nagyon köszönöm. Parancsolj, ez a tiéd. Nincs is ennél jobb a világon. Egy hideg éjszakán ez aztán mindig felmelegíti az ember szívét. Nos, de a valódi oka, hogy miért is készült ez, nagyon egyszerű. Szeretném mindenkinek megköszönni a rengeteg segítséget, a rengeteg pozitív hozzáállást, a kommenteket, a kedvességek, amik néha megtalálnak itt-ott, akár játékon belül, akár a videók alatt, ez számomra nagyon lelkesítő. És hála nektek, mindig azt érzem, hogy valami újat kell alkotnom, mert úgy érzem, hogy szükség van rá, és emiatt csak is nektek tartozom hálával, úgyhogy köszönöm, hogy segítettetek eddig eljutni, és remélem, hogy még ennél is tovább fogunk jutni. Úgy szint nagy hálával tartozom a barátaimnak, akik nagyon sokat segítenek nekem, és tartják bennem a lelket, úgyhogy számukra is egy nagy-nagy köszönöm, úgy szint kijár. Másrészt ennek a videózás hatásának köszönhetően rengeteg új és új embert ismerek meg, akik nagyon barátságosak, nagyon kedvesek, és sokszor nagyon inspirálóak is tudnak lenni, hogy éppen mit kellene alkotnom. Nos, végül 100 szónak is egy a vége, igazából a hálámat szeretném kifejezni felétek, srácok. A másik pedig az, hogy mindenkinek békés és boldog karácsonyt szeretnék kívánni. Hé, Szilandor, van kedved meggyújtani velünk a karácsonyi gyertyákat? Még szép, hogy van. Már is megyek. Tessék, itt van, ezzel meggyújthatod. Nyugalom, megoldom magam is. Szerintem egy kicsit túlzásba vitted. Lehet. Nos, akkor azt hiszem, mennem kell néznem egy új karácsonyfát. Meg egy új falat is. Mindenkinek boldog karácsonyt, sziasztok!